megzabálom őket. Az állatkertben nagyon sok a látnivaló, egyrészt azért, mert nálunk lehet látni a legtöbbféle állatot a hazai állatkertek közül, de azért is, mert nagyon sok újdonság van, kis állatok, illetve új látnivaló. Megtévesztő, mert az ázsiai vadkutyák nagyon hasonlítanak a rókákra, ugyanolyan vörös a bundájuk, és jó időben jöttünk, mert a kölykök nagyon virgoncak, rengeteget játszanak. Most éppen ezeknél a vadkutyáknál 10 kölyök cseperedik, de azóta, mióta 2003-ban elkezdtünk velük foglalkozni, több mint 60 kölyök született és nőtt föl, ami azért is fontos, hát egyrészt, mert nagyon aranyosak a kölykök mindig, mikor éppen elkezdenek hancúrozni, és már a közönség is láthatja őket. De azért is fontos, mert egy veszélyeztetett fajról van szó, úgyhogy az állatkerti szaporításának természetvédelmi szempontból is jelentősége van. Az ázsiai vadkutyáknál, ha több szukának egyszerre születik kicsinye, akkor a falka együtt neveli és eteti őket. Ez az állatkertben is így történik. Hattyút már mindenki látott valószínűleg, hiszen több hattyúfaj Magyarországon is honos, a bütykös és az énekes hattyúval lehet talán a leggyakrabban találkozni, és hát megszoktuk náluk, hogy a hattyúk fehér színűek. De Ausztráliában fekete hattyú él, nálunk a fekete hattyúk ugye egy összeszokott tenyészpárunk van, Éduának és Éduárnak hívják őket, és ők rendszeresen, szinte minden évben megörvendeztetnek minket fiókákkal. Mi az idei évben 4 fióka kelt ki a tojásból, akik hát most már ilyen kezdenek ugye emlékeztetni a felnőtt madarakra, de azért nekik még nem fekete a tollazatuk, hanem ilyen hamuszürke pihés tolluk van ebben a korban még. Finom! Melyik állatra voltatok leginkább kíváncsiak? Hát a Szimbára. Szimbára? Tehát oroszlán? A kislányomnak a lepkehez tetszett a legjobban, hát nekünk pedig az afrikai rész. Én igazából az összes állat miatt jöttem, meg én az élmény miatt is jöttem, hogy ennyi állatot láttam. Láttam szurikátát, madarat, és megette a levelünket, amit oda nyújtottunk. A ház melletti szabad kifutóban laknak nálunk a préri kutyák, és ott 4 kölyök cseperedik most. Egy kicsit késésben vannak, mert az évnek ebben a szakában már nagyobbak, fejlettebbek a préri kutyakölykök. Idén a szaporodási időszak az időjárás alakulása miatt egy kicsit később kezdődhetett el náluk, hiszen ők ugye a természetben és a mérsékelt égőben élnek, télen nyugalmi állapotban a föld alatt vannak, úgyhogy az időjárás alakulása az őket a természetben is érinti, meg az állatkertben is, úgyhogy hogy a kicsik mikor születnek és hogyan cseperednek, azt az időjárás befolyásolja, de most már abban a korban vannak a kicsik is, hogy sokat vannak fönn a felszínen, előjönnek a föld alatti üregekből, és hát őket is lehet látni, lehet velük ismerkedni. A préri kutyák nagyon éber állatok. Ha a csapat a napi tevékenységét végzi, mindig van egy őrszem is, aki a környezetet figyeli. Erre főként a ragadozó madarak, illetve a kígyók miatt van szükség. Bár itt az állatkertben túl sok veszély nem leselkedik rájuk, mégis megtartották ezt a jó szokásukat. Az állatkertben többféle kengurúval is foglalkozunk, mert hogy a kenguruk nem egyfélék, Ausztráliában és a környező szigeteken 70-nél is több különböző fajok van, és hát ebből néhányat az állatkertben is bemutatunk. Közülük a Bennett kenguruk, vörösnyakú kenguruknak is hívják őket. Minden esetre, aki most jár náluk, azért elég jó eséllyel láthat valamilyen fejlettségi állapotban lévő kis kengurút az erszényből kikukucskálni, vagy onnan már ki is járogatni. Sok új kisállat és sok új látnivaló van tehát az állatkertben, és hát ezzel a sok élménnyel várunk mindenkit szeretettel a budapesti állatkertben. Melyik állatot viszont egy jobban?